Sziasztok, Andrew vagyok, és ez itt egy új sorozat, a Shakespeare-t nevű játékról fogok csinálni egy online sorozatot. Kezdjük is, ez itt az első rész. Nézzük is a fogadót. Még van két kalandvágy, azt gyorsan levisszük. Két perc. Sziasztok. Ez jó lesz. Még ez megy. Addig nézzük a leveleket. Van itt egy ilyen támadásunk. Master Poti. Ezt tudom is ki akar lenni. Nézzük, mit beinázott. Hát nem igazán a legjobb játékos. Aztán nézzük ezt a negrós támadást. Úgy látom, ő is elhitte magáról. Na nézzük itt, mikor annak mondjuk. Nézzük meg a karakteremet. És jelenleg már 14-es szintű vagyok. Ez már jó. 9600 HP-m van. Aztán jó a kardom. 22-es sebzés, erő 10, kitartás 10, szerencse 10. Pajzs 25%-os, csizma 132, 93, 70, ez mind szép és jó. Aztán fegyverbolt, itt elég bötyi cuccok vannak most. Nézzük a célját. Gyorsan betölt. Vagyunk benne 8-an. És jelenleg fenn van valaki, látom. Gyorsan írok neki. Közben nézzük, mellé járt a fogadó. Zöld Rex. Hát az annyi volt. Nézzük, mit ír vissza. Még nem. Addig fejlesszük a karaktert. Nézzük, ez mennyi. Hát fejlesztem az értelmet, hogy ez túl drága. Fejlesztük a szerencsét. 4. Most már kritikus találat. 15,54. 105%, ez jó. Bombárus, ajándék. Van a videók? Nem, nincs videó. Akkor nézzük az istállót. Nekem most jelenleg malacom van. A következő az biztos, hogy farkas lesz. Mert ugye én sötét elf vagyok, és nekem ilyen állatok járnak. De például a többi másféle karaktereknek már ő nem disznó, hanem tehén, meg ilyesmi jár. Ezt gondolom mindenki tudja. Nézzük a dicsőségnél. Hát, 14-es szinttel. 14.179. vagyok benne. És harcos vagyok, ahogy látjátok. Keressünk rá, mondjuk, aki megtámadott. Így.
Mi látjuk, hogy nagyon gagyi. Mondjuk kicsit nagyobb szintű, mint én. Egy icipicit. Gondolom egész nap a játék előtt kockul. Az ilyen elég gagyi. Aztán keressünk végre. Mondjuk negróra. Nézzük. Hát ő se egy fényes csillag, amit látjuk, hogy még csak 12-es szintű. Nézzük tovább. Mondjuk itt elmaradt még meg Kentucky. Jó, hát ő se egy ügyes gyerek. Idő benne is van a célba, ahogy látjátok. Nézzük ezt a fangdavész gyereket. Azért a sebzése jó, ilyen 50-es. Hát, páncélja elég jó akar lenni, de nem jó. Hát, támadjunk meg egy gyengét, mondjuk. Nézd mi. Életerő. Hát, látsz, hogy kinyírom végül is. De nem biztos, várjatok. Hát, kipróbáljuk. Hát, nem kétséges. Nem túl sok kazamatát csinál, úgy látom. Úgyhogy tényleg nekem is kéne kazamatát csinálnom. 9600. Hát megpróbálhatjuk végül is. Nézzük, jött a C-be üzenet. Igen, írt a gyerek. Pillanat. Közben itt kezdjük is a kazamatát. Most az élő voltnál járok. Nézzük. Nézzük, le tudom verni. Kéne egy nagyot kritelni, és akkor meg lenne. Hát, most elég elkezdett védeni. Á, ez nem lesz meg. Nem. Hát. Sajnos, nem jött össze. Na nézzük, mik vannak a fegyverbolga. C. Nem tudom, most mit akartam leírni, de biztos. Aztán... Hát így nagyjából ennyi is lenne az első rész. Köszönöm, hogy megnéztetek. Sziasztok! Várlak titeket a következő résszel.